Jó, hát srácok, elérkeztünk a hatodik tárgy megkereséséhez. Úgyhogy, trial and error. Ez pontosan mit akar egyébként? Trial and error. Valami és hiba? Próba és hiba. Na, valószínűleg igen. Ez az, ami olyan, mint egy gránát. Lehúzod a gyűrűt, viszi a fél házat. Hát, jelent valamit amúgy, igen. Na, utolsó tárgy kerestetik. Jó, be van zárva mögöttünk az ajtó. Középre már nem tudunk menni. Valószínűleg elmegyünk balra, mert jobbra eléggé nyitott a terület. Hát, nem tudom. Jó, bemegyünk. Nem az a fekete ruhás Chase lesz, akit említett a barátja a levélben? Lehet, lehet amúgy. Itt bejövünk, becsukódik vajon az ajtó. És nem tudok visszamenni. Na, akkor lehet, hogy a jobb oldalra kellett volna inkább menjek. Hát bocsánat, srácok. Nem mindig könnyű kiszámítani egyébként a helyes irányt. De elméletileg vissza kell majd oda jussunk. Legalábbis ahogy én így észrevettem, hogy a játék azért nem, tehát hogyha valamit mondjuk rossz fele is mész, idézőjelesen, paprika, oregano, meg ilyesmi, sugár az még mindig nem mindig nincs lefordítva cukorra. Tehát úgy vettem észre, hogy a játék azért vissza-vissza dob egyébként. Úgyhogy ilyen szempontból nincs ilyen semmilyen büntetés, meg ilyenek, itt van is valami levelecske. Hogytán van az almánk? Volt egy fekete ruhás női festménye, amit elégettek. Aha. De lehet egyébként, hogy tényleg az lesz így visszafestve. Nekem ez az elégetés nincs még meg teljesen, hogy most tűz ütött ki a házban, vagy baleset történt, vagy akkor még együtt voltak a párjával, vagy csináltak valami olyat, amit nem kellett volna. Ezek tányérok. Ez semmi extrém. Vödör, alma. De azt mondta, hogy almából kifogytak, aztán itt vannak az almák egyébként. Jaj, ezek de balra nyitható dolgok. Könyvek és még több könyv. Jó kis tűz. Ja, és egyébként, amit még szintén nem értek, de lehet, hogy azt én rontottam el a játék során, hogy ugye volt nálunk az a ilyen, hát ez a fúrós gép, de azt, amikor megölt minket a csaj, és hát elméletileg megölt, akkor az el is tűnt utána jobb a sorokból, és nem tudom, hogy igazából ezt felhasználtuk-e valamire, mert annyit az a baj, annyira nem emlékszem rá, hogy ott, ha fel is használtuk, mire. Jó, nagyon a szobában egyébként nincsen más nyitható dolog lényegében. Dugjam! Aha, visszajönünk. Jó, ez kicsit más világosabb szobába, vissza már természetesen nem tudunk menni. Itt valami... Ez ilyen akasztós, vagy így ilyen le a lámpa, lámpacuc. És itt van egy levelecske, amit látok. A kézírás az már nagyon-nagyon rossz egyébként, az nagyon-nagyon látszik. Létezett egy férfi, teli szenvedéllyel, a felesége kiment a divatba az éjjel, a nő arca kéz baj, a férfit nem érdekelte a jaj, gyűlölte a férfit teli szenvedéllyel. Tehát akkor lényegében a feleségünknek az arca sérült meg nagyon-nagyon durván, ami miatt már nem tudtunk úgy ránézni, mint korábban. Vélhetően. Hát cukinak cuki. Lehet már nem tudott a nő olyan dolgokat megadni a férfinek az arca híján, amit ugye meg kellett volna egy kapcsolat során, de ebbe már nem menjünk bele. Menjünk tovább. Jó, becsukjuk az ajtót. Amúgy srácok, jól vagyok. Köszönöm kérdéseteket. Semmi gond nincsen az életemben. első horror játékom, de ezt szerintem már sokan tudjátok. Jó, bemegyek. Tehát létezhet, hogy... Hát biztos, hogy nem így nézett ki az arca amúgy. Legalábbis a két fog az már biztos nem volt ott.
Meg a körme is ilyenek voltak szerintem. Közelebb megyünk. Tudtam, hogy történik valami, a közelebb megyek. Nem áll, nem áll, nem áll, nem áll. Menjünk megint közelebb. Csak egy festmény. Azt a mindenét. Ott van egy ajtó. Akkor miért van egy, hogy a tűzesetet jeleníti meg? Itt sem nagyon tudok más, szerintem nagyon semmit sem találni, úgyhogy hát a mondó vagyok, hogy be kell nyitni. Ja, de van valami. Elmagyaráznád ezt? Azt tudom, hogy mi ez, ami érdekel, hogyan került a műhelyembe. Lújj a hazugságokból. Mindketten tudjuk, hogy magától nem kerülhetett ide. Wow. Hát, Kriki, hiába néztem be alá, nem tudom megállapítani, hogy hím vagy nőstény. De a szemei azok fehérek, legalábbis az egyik, ami még van. Még van valami hanghatás. Jó kérdés. Na, menjünk akkor tovább. Megint a hosszú folyosó, gondolom becsukódik az ajtó. Nem. De ilyenkor miért nem csukódik be az ajtó? De most jön a menekülés? Nem akartam menekülni. Nem szeretem a menekülést. Hova tovább? Azért megnézzük, hogy egyébként azt ki lehet nyitni. Csak így a kiváltságképpen azt kinyitom, azt ott lesz a csaj. Nem, hál' Istennek. Jó. Zárva van, úgyhogy ő se találhat meg itt minket. Ó, nem volt kedvem egyébként most vele nagyon interakcióba keveredni, de ez már becsukja. Látod, Kriki, ezért jó, hogy megnézem az ajtókat, mert így legalább tudom, mire számítotok. Jó, hogy nem csuktam be magam mögött. Taktikai visszavonulás? Hát, de úgy. Lényegében tényleg. Tényleg az történt. Nem akartam interakcióba kerülni, inkább meghajtuk neki azt, hogy jó lesz el te ott egyedül is. Hoppá. Mondom, itt az ablaknál lesz valaki. Nem, pedig számítottam valami jumpscare-re, de úgy látszik, hogy nem. Don't look back. Mint hogyha már ismerős lenne ez a kiírás. Ha jól emlékszem, mint hogyha már egyszer ebben a helyzetben jártunk volna. Akkor is hátra nézünk. Gondolom zárva lesz az ajtó. Nem. Pedig az... Várjatok egyébként, nézzük meg, hogy a játék mennyire kedves. Most kedves. Azt hittem valami alak, vagy ilyesmi. Ki lehetett volna ezt még használni egy picit. Na mindegy. Ajtó csukódik. Zárva van. Sok-sok festék. Vér, természetesen. Valószínűleg vér, vagy egy fekete tempera, vagy festék. Egy ajtó. Amire ráállok, nem történik semmi.
Itt egy festmény, ezt már láttuk többször egyébként. Látunk mögött semmi. Na, Predix, van-e kedved előre menni? Mert elárulom, nagyon nekem sincsen egyébként. Ájjájjájjáj. Jó. Akkor menjünk. Leestünk. Csak már meg még kimegyek az ajtó. Nem. Jó, de hogyha ti láttátok, hogy ott van valaki, mert azt látom, hogy van valami, de azt nem tudtam, hogy van ott valaki. Áj, nem megint lefele vezet az út. Gondolom megint becsukódik, természetesen kulcsra zárt be, ne is legyen jobb dolgom. Áj, zár. De jó ég, de... Hú, ez az at... Mi a fene? Nem mondtad... Ez is becsukódik? Ez se csukódik be, akkor lehet menekülni kell. Azt nem mondtad, Kriki, egyébként, hogy egy fűrész játékot fogunk itt játszani. Mindjárt megnézem, hogy itt van-e valami. Mert egyébként ez a rész, vagy ez a szoba, ez teljesen a fűrészre emlékeztet, legalábbis horrorfilm ügyileg. Itt van egy ajtó, elvileg ez... az tovább enged, de mindjárt megnézzük, hogy itt még tudunk-e valamit csinálni. Aha. Tudunk ezzel valamit csinálni, és a kérdés, hogy egyébként ez mennyire stabil? Ha nem akarnék azért leesni, megnézzük, hogy ez mit csinál első körben. És felhúzom a csajt. Mi a fene? Mondjuk pont miattam nem látjátok a kamera miatt. Ez ilyen összekötözött dolog valami egyébként. Kérdés, mindjárt megnézzük picit több oldalról is. Ne esélj már le! Több oldalról is, eléggé gázoszító. Most szerintetek merjek-e fölállni erre a pallóra? Egyébként. Nem valamilyen ilyen képes, asztalos valami kis cuccot. Azt nézem még, hogy innen nem enged egyébként semmit se csinálni. Itt mondjuk jól keskeny helyen tök jól elférünk egyébként. Tehát a kérdésem az, hogy erre szerintetek merjek-e felállni vagy ne? Mert igazából félek attól, hogy beleessünk a sötétségbe. Jó, akkor... Jó, felálltam. Beleesni nem estem bele. Sétáljunk-e bele? Ez a kérdés még. Nem tudom, hogy mi történik amúgy. Gondolom meghalunk. Nem. No, no. De
akkor most tényleg azt mondod, Kriki, hogy menjek bele a sötétbe? Na, bocs, Predix, csak itt a játékajánlóra kell valamilyen szinten hallgatnom. Jó, megnézzük. De, tudok. És most már nem tudom meg, hogy mi volt a szoba másik túloldalán. Wupszi. Hát jó van, Kriki, jókor szólsz. Mi? Nem mondd már megint szűk folyosók vannak. Nem áll, nem áll. Itt előre nem enged. Itt mindenféleképpen erre kell jöjjek. Lehet jobb is így, mégse. Trutyi hátán. Trutyi, itt hátunk mögött nem tudok elmenni. Trutyi és egy ajtó. Jó, picit jobb a környezet. Picit. Jó, menjünk akkor tovább. Hát egyébként amúgy én se gondoltam, mert egyébként én azt hittem, hogy már kapásból, hogyha a rámpára fölmegyek, már akkor leesek. De úgy látszik, hogy bele tudtam esni. Na nem baj. Itt vannak szobák, ez semmi. Itt van valami... Géz. Az ő hall minket? Ez az egész még helyrehozható, igaz? Nem, te ezt nem érted. Az arca, a kezei, én le lesz sújtva. Wow. Budapest 8-2 kerület, Javi. Tehát akkor lényegében nagyon... Tehát akkor kaptunk egy igazából egy olyan sztorit, amivel igazából a végétől megyünk a... Vagyis ilyen furcsaságba megyünk egyébként, mert az elején ott van, hogy még szeret minket a csaj, meg ilyesmi, az úgy van, hogy ott az előzménye, de az, hogy már itt ugye például ez az arca, meg ilyesmi, ezt már tudtuk, hogy valami baj van vele. In ashes, you shall reap. Vagy... Igen, az reap. Kérnék Riki erre is egy fordítást, légy szíves. Hogy mindenkinek tiszta legyen minden. Na, leírtad, köszi Predix. Köszi. Valami magyart is nézzünk belőle. Hát gondolom akkor erre kell menjünk. Hamokban aradhatsz. Jó, most hát is... Ja, hogy ez ilyen? Tehát, hogy bejövök a szobába, akkor teljesen más, ha kijövök, akkor az is teljesen más. Wow. Jó, akkor lényegében akkor hátra már nem tudunk menni. Can you even paint anymore? Tudsz még egyáltalán valamit festeni? Jó. Amúba aradsz, csak ki akartam másolni. Jó, köszi Predix, jó ötlet. Mert akkor úgy tudunk egy picit haladni is. Személy szerint szeretek így mindent úgymond elmagyarázni, amit el tudok, bár sokszor sajnos én sem tudok. Hoppa, egy Ouija tábla, vagy Ouija tábla, nem is tudom, hogy lehet ezt szépen mondani. De még megnézzük a szoba többi részét, hogy van-e valami érdemleges. Be van lakatolva, semmi. Itt egy ajtó, gondolom, na ez kinyitható, de akkor is Ouija-zunk majd mindjárt. Ez meg kinyitható. Egyébként ez a szoba is már többször volt, csak ugye másként összerakva, tehát nem volt ennyire szétfolyva minden, meg ilyesmi. Na nézzük akkor. Ez egyébként egy szellemtábla, és aki nem tudná, OG a tábla a neve, és aki nem tudná, ez lényegében arról szól, hogy több ember oda teszi az ujját egy ilyen lapra, amin van egy ilyen nagyító, megkérdeztek valakit ugye a szobában, akit megidéztetek szellemet, démont, valami kérdésről, és akkor lényegében ő elbetűzi a válaszát. Na nézzük. És most mi alapján
tudom meg, hogy mi van. Meg a másik, hogy most angolul kellene keressek, vagy magyarul? De egyébként a legjobb kérdések ezek az eldöntendő igen-nemek, mert akkor csak simán oda kell húzni a táblához az adott illetőnek a dolgokat. Hú, na ebben lehet, hogy akkor kérek segítséget. Amit olyan segítséget, hogy ötletet, hogy mi hogy lehet. Amit észrevettem, hogy az egyes, a kettes, illetve a nullás számot nem teljesen kebelezi be ez az úgynevezett dolog. Angolul néz körül. Mert ugye lényegében a no-ra sem tudok menni, meg a yes is csak egy picit teszi be a no-t, azt egyáltalán, azt is egy picit. Aha, akkor azt mondod, Kriki, nézzek körül még tovább esetleg, hogy az OG a táblából nem fogunk kitapasztalni semmit. Megnézhetjük igazából a szobát, hogy ez most hol vezet. Vagy csak ez így mutatólagosan van itt? Esetlegesen? Hát szerintem úgy biztos van, aki nem hallott a tábláról. Legalábbis... én úgy gondolom. Na, tehát azt mondjátok UG-ból, akkor semmi? Á, megnézzük egyébként. Az lehet, hogy jól... Na hát, köszi Kriki, hogy itt vagy egyébként. De, tudok kattintani a betűktél. Viszont, ugye valamilyen szót keresünk. Nem tudom, hogy törölni tudok-e. Tehát valamilyen szót ki kellene rakni, ami igazából 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 betűs. És hogyha az angol szót keresünk... Igen, igen, 10 betűs, és angol, ha elméletileg angol szót keresünk, akkor ugye az bármi lehet. Tehát lehet akár a... Ugye a démon az nem, sátán nem. Csak ugye az a kérdés, hogy... Érdekes, mert például mondjuk belerakom az A, B, C, D... Mondjuk ezt belerakom, teszek egy nót, vagy egy yes-t. Hát a yes-szel tudnám már megpróbálni, hogy az-e a szó. Ugye a csillag, ezek a balassarokban nem csinálnak semmit. Jó van, Predix, köszi szépen, hogy eddig is itt voltál, legyen további szép estéd. Szia, szia, jó éjt. És hozzájuk kapcsolódó szavakat írsz. Hát mondjuk nem tudom, írjam azt bele, hogy mondjuk démon esetleg. Mondjuk rámegyek a yes-re. Semmi. Mondjuk beírjuk, hogy... Sátánist mondjuk. Semmi. És a számokat. Semmi. Ja, a családhoz. Mondjuk children. Vagy... fire. Vagy... disappointed az túl hosszú lenne. A csalódottság. Arc. Rituálé. Nem is tudom egyébként, hogy... Family, azt is próbáljuk meg. Nem tudom, hogy most ugye rá kellene erre jöjjek, vagy... Elég, hogyha tovább megyünk, és utána visszahoz a játék, mert ez is egy jó kérdés még, vagy jó kérdés lehet.
Hogy igazából a gyerekünkkel van, vagy daughter, legyen az például, ezt meg kipróbálom. Semmi. Festményekkel kapcsolatban, mondjuk paint. Vagy painting. De látod már, hogyha mondjuk beírok 3, akkor a no 1-et veszel. A yes-nek szerintem meg kapásból a megfejtésnek kellene lennie. Festményekkel kapcsolatban mondjuk black woman, de az meg nagyon hosszú. Az pont kijött volna egyébként. Rosszan nyomom az egeret, sem változik semmi. Paint, painting. Egy picit az én is kíváncsi vagyok, hogy esetleg ilyenkor van-e valami. Painting. Vagy mondjuk work. Vagy művész. Ez mi is a művész? Az a... vagy artist? Na! Nem is értettem, hogy miért ezt írom. Hát... jó kérdés egyébként, hogy itt látom a daughter, ugye a gyerekünk volt. Festményünk volt, ugye a feleségünkkel ez a tűzeset. Talán burn. Na, én is arra tippelek, csak az, hogy pontosan mire gondolt a játék, az jó kérdés. De egyébként tovább tudunk menni, tehát tovább engedett a szobába, hogy lehet, hogy erre még vissza tudunk esetleg kicsit térni. Csak ugye azt nem tudom, hogy ezt, hogyha most megfejtem, vagy nem fejtem, meg most történhet-e igazából valami plusz dolog. Lényegében ugye a children lenne, ugye a lányunkról van szó, erről a tűzesetről, az arcról, a műtétekről. És mi lenne a megfejtő hospital, az nagyon kevés. Vagy doktor fail valami, vagy ilyesmi. Ja, nem tudom, próbálkozunk még valamivel esetleg, vagy akkor nézzük tovább a dolgokat. Vagy nem tudom, esetleg annyit. Tudjuk, hogy hívják a feleségét? Fú. Fú, az jó kérdés amúgy. Nem, szerintem nem tudjuk egyébként. Nekem sem rémlik a... valami Isabel volt, vagy Isabel rémlik, de azt se hiszem. Vagy az se jó megfejtésnek. De nem hiszem. Tehát igazából Darling volt, Honey volt, amikor ugye följött. Akkor ugye, hogy szörnyeteggé válik. Tehát igazából magát a nevét azt nem nagyon említette meg egyébként. A saját nevünket sem tudom egyébként. Ott volt egy-két ilyen levél, akinél ott a dokiknak a levele, a barátjának a levele. Ott ugye ezek ott voltak, ezek a megnevezések. De nekem a párja neve nem rémlik. Nem rémlik. Mert esetleg azt, ha meg tudjátok nézni, ha nem olyan, hogy esetleg ebben a szituációban amúgy van-e valami jó megoldás, vagy lehet-e valamit kitalálni. És ha igen, hogyha mondjuk nem akarunk együtt gondolkodni, vagy ilyesmi, akkor esetleg rá tudtok engem vezetni arra, hogy mi lehetne a megfejtés. De hogyha van bármi ötlet, akkor igazából jöhet. Ugye művészet, festés, de gondolom, hogy ugye angol szót keresünk. Most magyarnak szerintem nem lenne sok értelme már, mint ugye a yes, no-ból kiindulva. Hogy pontosan, meg hát szerintem ezt az OG-a táblát most nem is tudták volna úgy lefordítani, vagy úgy megcsinálni, hogy 10 karakterre jöjjön ki a magyarnak is a szava. Ez jó kérdés egyébként tényleg, hogy itt mi lehet, vagy mit vonzhat magával. Csak az a baj, hogyha meg félek attól, hogyha tovább megyünk a szobában, hogy itt még tovább tudnánk menni, félek attól, hogy ugye akkor becsukódik az ajtó, aztán ugye akkor már az OG a táblával nem is tudunk semmit kezdeni.
Azért szeretnék valamit esetleg, ha nem is tudjuk megoldani, legalább akkor valamit próbálkozni, hogy esetleg milyen esetőség lehet. Esetleg még a gyilkosság lehet a murdering, talán? Az is nagyon kevés, nagyon rövid szó. Pont egy híján igazából. Fú. Vagy mondom, ez a disappointed lenne, de az nagyon nagy. Disappointed. Hát megpróbálom, hogy kijön-e. Azt hiszem az egyes. Hát megnéztem, nehéz lenne kitalálni. És azt nem tudod, hogy ha tovább megyek, akkor még ki fogom tudni találni? Vagy hogyha ezt így elhagyjuk, akkor igazából ez a tábla így ennyi volt. Másmilyen lesz. Gondolom angol szó kell. Számok. Nem is angol szó kell, hanem számok. Akkor viszont csak kíváncsiságképpen megnézem, hogy és mind a 10 számot ki kell rakni, gondolom. Ez semmi. Mert ugye csak abból kiindul, hogy az egyes meg a kettest ugye nagyon-nagyon ilyen picit kebelezi be ez a dolog. Mondjuk a többit az a baj, hogy nagyon. Úgyhogy nehéz így megmondani, így talán még a sorrendet is. Vagy gondolom olyan évszámok kellenének, vagy hónapok. Mondjuk tegyük fel, hogy a feleségünket ugye milyen, hogy veszítettük el így sorban, vagy fú. Nézz szét jobban ebben a szobában. Na, akkor lehet, hogy van még itt valami. Lehet, hogy kimaradt. Hát de basszus, hogy mindent meg szoktam nézni. Aj, tisztelt uram! A feleségem örömmel játszana az esküvőjén, kérem hívjon fel minket ma este, és megbeszéljük a részleteket. A számunk 363853, remélem hamarosan hallunk ön felől. Ezt ki tudjátok írni nekem csetre? Megkérlek. De basszus, hát én meg itt... A számok ismerősek abból, hogy a telefonon ezzel kellett ugye hívni. Köszi. Tehát a telefonon, amikor ugye voltunk ott az előző helyen, akkor ugye ezzel kellett csevegni. De tudod mit, Kriki, akkor már megnézem. Nem, ez még mindig zárva van. És képes voltam az egyiket kinyitni, a másikat pedig nem. Jó. Tehát ha ezeket a számokat kell csinálni, 8, 5, 3. A lényegében még volt egy 3-as, amit egyszer 3, az hiszem az aztán 8, 6, 4 volt talán, de nem biztos, vagy 5, 6, 8, amit ugye föl kellett hívni a telefonon. De még akkor is hiányzik egy darab számunk. És hogyha mondjuk rámegyek a yes-re, az változik valamit? Nem. Tehát mindegyiket föl kell akkor oldanom. Na ez azért segítség, hogyha 9 kell. Köszi szépen. És lényegében akkor szerintem a harmadik az lesz, amit ugye a harmadikként kellett megcsörgetnünk. Amikor a peremen voltunk, kinyitódott az a szekrény, és ott pont egy fazon is volt egyébként ott. De nem tudtam, hogy egyébként ennyire meg kell ezt jegyezni, ezeket a számokat.
Ott talán rémlik valamilyen, fú, nem is tudom, biztos, hogy a négyes talán az utolsó szám, vagy a kettes, mert az nagyon-nagyon ilyen picike volt. Jó. Na, az jó kérdés már, hogy ott az akkor mi volt. Hát jó, akkor ilyen szempontból legalább erre rájöttünk, vagy rájöttem, köszi a rávezetést is. Viszont azt már nem tudnám pontosan megmondani, hogy az a harmadik az mi volt, amit ugye telefonon föl kellett hívjunk. De az megvan, hogy mikor volt, mit csináltunk vele, de az, hogy az mit akar, meg talán a négyes vagy a kettes van még meg az utolsó számjegyként. Nem is tudom, megnézem ez a 6-8-4-et esetleg. Lehet, hogy kettő. Megnézzük még a 6-8-2-t is. Akkor 3-6-3-8-5-3 6-8-2. Nem. Hát talán szabad a gazda, hogyha ezt még megkaphatom, és akkor oldjunk ki mindent a játékban, hogyha ki tudunk. De akkor viszont ez nagyon-nagyon zavaró. Ez, hogy csak számok, és akkor így bedob nekünk ennyi betűt, és akkor próbálgassuk. Köszönöm szépen, Kriki, köszönöm szépen. A négyes az jó volt, az megvolt. Jó. Megérte. YouTube-nál majd egy picit ebből majd egy kisebb változatot csinálunk. És itt egy képünk, egy új kép, hál' Istennek. Ott vagyunk valószínűleg mi és a párunk, és hát a feleségünk. Jó, akkor mehetünk tovább. Köszöntöm szépen még egyszer a segítséget. Egyébként az ilyen segítséget jobban preferálom én is, hogy nem az, hogy egyből leírjátok, vagy ilyesmi, vagy leírja valaki, hanem tényleg, hogy kicsit rá kell jönni, hogy miért. Például ez a kutyás, citás, patkányos, és hú, azért ott is rá kellett jönni azért kicsit a dolgokra, de amúgy itt tök jó, mert nincs ez, hogy így azért akkor csak úgy megvan adva minden. November. Szerintem boldognak kellene lennem, miért nem vagyok az? Van egy gyönyörű lányom, szerintem az, tudom, hogy az. Akkor miért nem tudok rosszul lét nélkül ránézni? Egykor szerető férjem is volt. Csodálatos és érzékeny. Most csupán egy furcsa férfit látok, akik csak a festményi érdekelnek, mintha egyáltalán számítanának. Ez az egész olyan felesleges. Régen a zene segített, de már az sem. Akkor ebből következtetve a lányunk megszületett. A gyerekszoba az létező dolog. És még továbbra sem vagyunk kibékülve a feleségünk állapotával, illetve arcával. Jó. Jó. God, I am Istenem, such an idiot. akkora egy idióta To vagyok. think that someone like Azt me képzelem, hogy could én ever compete with versenyezhetek you veled. in all your Magad sublime beauty, bensőséges gyönyörűségében, everlasting, örökkévaló, immortal. halhatatlan. Nos, egyébként lehet rosszul tudom, hogy rosszul következtetem a dolgok, de kicsit olyan érzésem van, mintha a férfinak, vagyis hát nekünk, mert ugye most elvileg most a férfi szerepében vagyunk, én meg belejöttem itt a dzsuvába közben. Emellett lehet, hogy van szeretőnk is, vagy csak ezt már beképzeli a feleségünk a skizofrénia tünetei miatt. Ú, itt van valami. Az mi? Ja, csak egy földgömb. Be tudok ide jönni? Megnézzük az ajtót egyelőre. Jó, akkor bejövök. Ah, be tudtam jönni teljesen.
Valamilyen kis soványok vagyunk amúgy. Azt mondja, hogy mivel kezdjünk? Kezdjünk a parfümmel. Ezt már láttuk, történetét hallottuk. Kezdjünk a fésűvel, szerintem ennek is volt már története, de nem biztos, ez mondjuk nem biztos. A púdernak biztos. És ennek is. Akkor valószínűleg a fésűnek is volt, már hallhattunk valamit tőle. Végre rájöttem, és mindezt neked köszönhetem. Megmutattad, hogy nem létezik más út. Még most is szomorú mosolyod megerősíti azt, ami nyilvánvalóan lehetett volna. Vagy nyilvánvaló lehetett volna, többet nem fogunk beszélgetni. Wow. Jó, és van még egy írás itt a földön. Ez október 2-át jeleníti meg. Szerelmem. Bárcsak megtehetném, amit minden anya megtesz, és azt mondhatnám, szörnyek nem léteznek, de nem mondanék igazat. Az élet képes tökéletes szépséget alkotni, de borzalmas lényé is facsarhatja. Önző, erőszakos, groteszk, szörnyű lényekké. Fáj azt mondanom, hogy az édesapám efféle szörnyé változott, és attól félek, a betegség, mely erőt vett elmélyen, rajtam is eluralkodott. Rosszul leszek attól, ha belegondolok, min mentél keresztül miattunk. Nincs kifogás, csupán téged kérlek, ha bár tudom, nincs hozzá jogom, hogy próbálj megbocsátani nekünk. Megvettem azt, amivé apád vált, de ugyanúgy szeretem és sajnálom is. Abban reménykedek legbelül, te is megtanulsz így érezni irántam. Bárcsak látnálak erős, gyönyörű nővé cseperedni, bárcsak ott lehetnék neked, de nem lehetséges, ez az egyetlen módja. Ég veled. Tehát akkor, ez valószínűleg a feleségünk levele a lányunkhoz címezve, ez ilyen elbúcsú vagy búcsú levél tőle, viszont nekem ami furcsa igazából, hogy fáj azt mondanom, hogy az édesapám efféle szörnnyé változott. Milyen édesapa az, még annyira nem tiszta nekem édesapja. Még nem teljesen kerek nekem ott a sztori. De akkor lényegében valószínűleg ő volt a párunk, ezek szerint. Na nézzük, hoppá! Vissza is csukódik az ajtó, tudja, hogy nem akarok bejönni. Persze, hogy csukódik, csukodjál! Jó, ez picit... kedvezőbb hely. Festmények és szobrok. Annyira ezzel nem is gondolnék nagyon sok jelentőséget, ugye fiókok nincsenek. Lényegében egy ajtó vár itt minket. Akkor tovább. Annyira jó volt már ez képest. Jó van, ajtó, csukodj, gondolom, persze, csukodsz. Jó, gyertya. És ez a fekete massa, ami egyébként lélegzik is. Mi a fenne? Itt van valami? Egy bug. Bug van itt? Jó, hát akkor nem megyünk oda. Itt viszont van egy levél. Vagy egy kis íráska. Patkány, szaporulat, a ház rákja, bűzös szag, Istenem, azok a hangok. Aha. Akkor itt még valaki dumál. Létezett, hogy akkor ez a tótó végén van? Oppá! Jó, gyorsan megnézzük itt a nyisd már ki! Gyorsan megnézzük itt a dolgokat. Van-e valami extrém? WC-t lenézéljük. Várja, le kell húzni, mert látom, hogy ott van kicsi maradvány. Mi nem is megy le. Na mindegy, akkor letesszük. Itt jött elő a gyerek előbb. Itt is van valami vizsgálat. Basszus, ez mi? Jó, innen kijövünk. Mert még talán visszamegyünk egy picit. Gyorsan ezt megnézzük, és akkor mindjárt ezt a suttogó nőt is lecsekkoljuk. Na, mondjad akkor itt a kés, itt vagyok. Mi tart ilyen sok hely? Nyisd ki ezt a kibaszott ajtót! Mennem kell, nyisd ki!
A mi a pokol? Ó, oh, Istenem, ne, 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 mit tettél? Ne, ne! Létezhet, hogy a feleségünk ölte meg, vagy ölt meg valakit? Hát akkor gondolom, hogy itt lesz a vízbe. Na, csekkoljuk csak le egy picit. Jaj, bocsánat, hosszan kell folyamatosan nyomni. Akkor még egyszer lemerülünk. Hoppá. Menjünk el a párunkig? Menjünk el. Jaj, le tudok menni megint. Ja, ez már egy másik helyszín. Wow. Tudok jobbra is menni, vagy nem? Nem, jobbra nem. Megfullad a csávó közben, de nem baj. Na, még egyszer, akkor megnézzük, mi újság van. Hát, nem. Nem baj. Hát gondolom, hogy ezt kellett csinálni. És valamilyen megint valami világba belekerültünk. Most megint itt vagyunk. Jézusom, ez gondolom, hogy a tükörképe csak a fekete változata a ördőnek. El lesz egy tanú. Nem véleményezhettem a saját munkámat. A mű és művész közönséget kíván olyat, aki szakértő szemmel tekint rá. Tudtam, hogy mit kell tennem. Kikapartam, fellapátoltam akár a jégkrémet. Úgy éreztem magam, mint egy mészáros, egy szörnyeteg, de legalább származott valami gyönyörű ebből a mocsokból. Nem, nem, nem nyírom ki a krapekot helyette, a szemünket tettük bele. Jézusom! Hát elméletileg igen, igen. Tehát ő mondta, hogy ki kellett vágni a dolgot, és szörnyeteggé vált. Igen, is gondolom én, hogy a saját maga szeme. Tehát az itt nem látszik, hogy hiányozna egy szemünk. Meg egy ujjunk se nagyon hiányzik. És megint visszatértünk a kiinduló pontra. Pedig már azt hittem, hogy el lehet rakni az utolsó tárgyat, hát akkor mégsem. Ja, valaki más véleménye kell, de akkor viszont mi több gyilkosságot is elkövettünk volna. Megint dáma bábokat kell gyűjteni egyébként. Lehet, hogy több gyilkosságot is elkövettünk. Valakinek levágtuk az ujját, de hát akkor az semmi ujjunk volt végül is. De ez, hogyha a valóságban egy ilyen szobában lennék, de bebújnék a sarokba, aztán ott maradnék szerintem, aki valaki meg nem mentene. Szerintem még valahol lesz, itt is kellene lenni egy darabnak valahol. Több darab van elvileg.
Nem látok több darabot. Aha! A dámmal az ugyanaz maradt, a kép az eltűnt. Kép megjelent. Miért ezt szedni? Hát látod? Mi a fene? Mert hogyha elfordulok és megfordulok, ott maradt. Hát akkor gondolom be kell menjünk a gyerkőt szobájába, még ezt a képet azért megkülesem, hogy itt van-e valami érdemleges. Látod? Itt van a... Mint hogyha ez a szem hiányozna. És ez szerintem mi vagyunk. Lehet, hogy rosszul mondom, csak úgy tippelem. És hát inkább következtetem, hogy szerintem ez mi vagyunk. Jó, bemegyünk a gyerkőchöz. Na, mi van itt? Úristen, egy patkány van az ágyban! Eltűnt, eltűnt. De mi? Hát én meg akartam nézni a szekrényeket. Na most mi történik? Jó, megforgatott minket a játék. Megnézzük a szekrényeket, semmi extrém. És most meg visszaforgat minket a játék, nem értem. Kicsit szédülős effektus. Megnézzük itt is, hogy van-e valami változás, nem. Itt sincs semmi, az asztalon semmi, tárgyunk semmi. Itt van valami viszont. Á, el akarom azt kapni! Jó, elvettem. Most megint megforgat minket a játék. Itt volt egy dáma, azt elvettem. De mit akar a játék? Nagyon forgatgat amúgy minket. Beakadt a játék? Mi a helyzet? Remélem nem. Mi ez a forgás? Nagyon zavaró amúgy. Jó, ágyban elméletileg nincsen semmi más. Itt nem találtam semmit. Itt ugye egy izé van. Ezek ilyen... Valami, vagy nem ezt kéne valahogy kikapcsolni? Ez esetleg ezt a forgatós dolgot, de nem engedi a játék. Egyenlőre, itt megint nincs semmi. A dámahoz kellene szerintem visszamenni, csak... Aha! Itt volt valami, de... Hú, ez a... forgás dolog még mindig itt van. És ez ilyen is marad, amúgy most végig fogunk forogni a játékban, most ez komoly. Jó, bakelit lemez lejárt. Jó. Itt valami történik. Na, végre abba maradt a mozgás. Ez de zavaró volt egyébként. Viszont, akkor itt még csak van valami. De nem tudunk menni, itt nem tudunk mit csinálni. Vakkerit lemez nem nagyon engedi lejátszani, ha kisház semmi. Semmi. Wow. Ezek ilyen fák. Nem hiszem, hogy itt is lenne dáma bábú itt fölül a plafonon. Megnézzük, visszamegyünk ide a dámához esetleg, történik-e valami? Semmi extra. Itt semmi. Semmi. Vissza kell menjek megint a gyerek szobába. Hát itt forogtunk már egy csomót. Nem akarok már ennyit forgolódni. Semmi.
volt semmi. Itt sincs sok minden. Megint jó kérdés, hogy hova tovább. Ugye babák, de hát ezek sem csinálnak igazából most hogy annyira semmilyen plusz dolgot, vagy fontos dolgot. Itt nincs semmi. Itt igazából kicsi kötél volt, van. Arra gondolna az ember, hogy tényleg valami bakelit lemezzel kellene valamit csinálni, de nem engedi semmit se a játék, hogy csinálj vele. Bele tudok ide jönni a képébe, de semmi. Itt... itt sincs semmi dáma esetleg. Össze van láncolva minden. Fiókoknál semmi, földön talán valami esetleg. Tehát valamit találok. Egyébként nincs egyáltalán ilyen szaggatás, mert picit néha, mint hogyha ilyen lassabban mennék, legalábbis egy játékon belül amúgy. Nem tudom, hogy ez mennyire zavaró vagy nem zavaró a streamben. Jó, egyelőre fogalmam nincs, hogy mit kellene, hogy kellene. Itt még egy ilyen fa kinövések vannak, ilyen bokor. Néha volt, de nem annyiszor, mint a múltkor. Na, szuper, akkor lehet, hogy megoldotta ez a gond, vagy ez a dolog. A kefékkel valamit csinálni. Istenem, amúgy. Jó, gondolataid vannak egyébként, Kriki. Hát gondolom, akkor arra fele kell menni. Jó, gyerkőt szoba, a festmény átalakult, ez ugye ott maradt, és akkor valamit itt kell csináljunk. Ja, megint alakult valamit a pálya. Aha! Hát ez a rész most megvan. Jövő tippre pedig a házat mondtam volna. Na, Kriki, jól tippelsz, az a lényeg. Megnézzük még itt alul ezt a... Eltűnt egy focilabda föntről. És hát föntről hát nem is vezet az sehova. Nem tudok bemenni, ja, de be tudok menni. Jó, elhúzni nem tudom. Megnéztem volna esetleg, hogy mi van belül. Rajz van igazából a WC, megint le tudjuk húzni, megint le tudjuk hajtani is. De alma miatt valószínűleg nem fog lemenni. Ugye ez meg igazából csak a fürdőre emlékeztet, egy átalakított verziója. És most meg jobbra kezdett el menni a karakterünk. Megint egy dámabábú sikerült. És akkor még annyit megteszünk egyébként, hogy a lépcsőn megnézzük, hogy itt van-e valami. Igazából semmi. Talán egy
Párunkról látszódott valami. Ja, basszus, a dáma. Nem vettem észre. Hoppá. Átalakultunk. A konyha is itt van egyébként időközben, itt minden összezsúfol, úgy látszódik. Már itt a végjátékban. Itt ezzel nem is nagyon tudunk mit csinálni, meg ez igazából nem is tudom, hogy itt micsoda. Ú, itt van valami kulcs. Ja, nem kulcs, bocsánat. Egy égetős dolog. Gyorsan megnézzünk mindent, hogy ne hagyjunk már el semmit. Van valami? Kivel játszol egyáltalán? Hát ezt sokszor meg szoktam kérdezni én is magamtól. De nem kivel, hanem mivelt, inkább jobban. Jó, papír van, itt ugye a játszószobában már nem tudunk visszamenni, itt elméletileg megnéztünk mindent, a lépcsőnél üres volt, lényegében akkor itt is, és itt van még egy átjáró a konyhába. Konyha. Megfőzzük a kis házat egyébként. Valamit meg is találtunk. Lehet, hogy még kell valami megtalálni való, vagy ilyesmi. Fönt ezt nem lehet, ezt lehúzom. Jó. Ezeket is kinyitjuk, van-e valami? Az csak egy kép, az is csak egy kép. Meg vannak sütve a képeink. Szokásosan azt fogjuk enni. Itt nincs már semmi. És. Hát arra még lenne egy irány. Meg megnézzük, dáma. Dáma itt viszont van. Nem tudom, hogy erre egyébként mi a helyzet. Tudok menni esetleg? Nem tudok menni, úgyhogy... Akkor ezt a részt megúsztuk. Hát sok színező anyag van benne. Színezékként, úgyhogy... Hát lényegében egy dáma játékot láthatunk, vagy játszhatunk végig, végül is. Konyhában voltunk, a gyerekszoba be van omolva, csak ezt a helyet tudjuk már megnézni, és ez nem dáma, pedig azt hittem. Illetve van még egy ilyen kisebb járat. Ez micsoda? Szív? Kisebb járat még van erre egyébként, nem enged a játék. Nem enged, hogy átlépegessük. Itt se tudunk bemenni. Ó, egyre több szék jelent meg. Maradt középen egy darab dáma bábú. Valami leesett föntről. Hát lehetséges. Na most kerültünk vissza a festményszobánkba, és le is van lakatolva egyébként már a hely. Hát sajnos az első kettő az kimaradt, első kettő vagy véletlen kép az kimaradt. Wow, levél, itt is kimaradt véletlen egy levél, azt valószínűleg nem vettem észre, vagy nem találtuk meg a játékunk során. Itt is kimaradt sajnos egy, illetve valószínűleg itt is egy, még egy levél kimaradhatott. Meg hát még egy természetesen a végére. Jó, a szobánk teljesen mocskos, undorító. A fal végül is nem esett ki, vagy nem tört ki, azt hittem, hogy ki fog törni. A fiókok már egyáltalán nem működnek.
és lényegében itt bal oldalon sincsen már semmi. Jó, akkor megfestjük az utolsó képünket, immáron a hatodikat. Wow! Igen, ez az. Szerelmem. Annyira nagyon sajnálom. Nem, ez hazugság. Mindig is az volt. Nem fogja feltámasztani őket. Már megértettem. Tudom, hogy mit kell tennem. Megfogtuk a festményünket, amin a feleségünk, illetve véletlenül a gyerkőcünk volt. Aki egy lány egyébként. Elég hosszú sétát tettünk meg. És akkor most fogja felgyújtani itt. Basszus. És lehet látni egyébként, hogy torzul az arca is egyébként. Layers of Fear. Bluebird Team csinálta. És akkor lényegében akkor úgy látszik, hogy ez volt a játéknak a vége is. Pontok. Vagy pont. Na és egyébként ja, lemaradtam pont. Ja. Nem baj, a YouTube-on amúgy úgyis kint lesz majd, meg lehet tekinteni, vagy meg tudjátok nézni, hogyha van olyan részjelenet. Összességében kicsit katyvasz a történet legalábbis számomra. Annyi elvileg megvan, hogy emeletileg nagyon-nagyon munkabolondokká váltunk már egy idő után, tehát nem foglalkoztunk a feleségünkkel egyáltalán. Csak lényegében még a gyerkőcünkkel valamennyit, de a gyerkőcünkkel sem volt olyan jó viszonyunk, legalábbis ahogy így a sztoriból kiderült. És ugye történt valami tűzeset, amit talán mi indítottunk el, abban a feleségünknek az arca meg a bizonyos részei meg... Tehát nem úgy alakultak ki, ahogy kellett volna, nem tud lehetett visszacsinálni az eredeti állapotba, az rávitte nagyon a kapcsolatunkat erre. És... lényegében ugye a feleségünk is... meghalt valószínűleg. Igazság szerint nekem nem derült ki, hogy derült ki, hogy a gyerkőccel mi lett, na csak el tudom-e olvasni. A gyerkőccel kapcsolatban én sem tudom. Azt tudom csak, hogy nem volt jó kapcsolat az apjával, legalábbis ugye a levelek alapján. Illetve a párunkkal nem tudom, hogy mi lett, mert gondolom, hogyha megsiratta mindkettőjüket, akkor valószínűleg meghalhattak. Meg ugye volt még egy ilyen művégtag is, hogy a párjának az egyik lába hiányzott, és akkor, hogy valamit hozzá kellett adni. Az nem tudom, hogy ez esetlegesen a baleset miatt, vagy a tűzeset miatt történt-e így. De egyébként ettől függetlenül, bár ha valaki ezt jobban tudja, vagy jobban megértette a dolgokat, akkor nyugodtan jöhet majd akár YouTube-on is, vagy akár itt még Twitch-en belül is komment, hogy ez pontosan most igazából így mi volt.
De lényegében annyit még hozzá tudok tenni, Kriki, hogy a gyerkőccel kapcsolatban ne néz hátra, ez az utolsó mondat, ezt ajánlja a játék. A gyerkőccel kapcsolatban még van egy DLC-je a játéknak, és az pont erről szól, hogy a gyerkőc szemszögéből mutatja meg az eseményeket. Ami egyébként nem is olyan hosszú. Úgyhogy rendben van. Nekem tetszett egyébként. Jó ajánlás volt. Innen is nagyon nagy köszönet értek, Riki. Voltak ijesztő részek, bár talán a hangerőt azt lehetett volna egy nagyon-nagyon picit följebb tenni, hogy jobban megijedjek, de ettől függetlenül volt pár nagyon para rész. Meg tudtam ijedni. Valószínűleg még a közeljövőben, vagy valamikor a DLC-t is meg fogjuk nézni, hogyha esetleg egy árazáson részt fog venni, mert a sztorit esetleg még ilyen szempontból rendbe lehet tenni. Illetve, hogyha valaki nagyon képben van a történettel, akkor nyugodtan jöhet majd kommentbe a videó alá. Úgyhogy, hát köszönöm szépen, aki velem tartott. Nagyon aranyosak voltatok, hogy legyen további szép napotok. Én DJ voltam, sziasztok!